Üdvözöllek! Oldjuk meg a következő inhomogén differenciál egyenletet. Y2 vesző mínusz kétszer Y vesző plusz Y egyenlő FT, ahol az A esetben FT egyenlő E ad 3T, a B esetben FT egyenlő E ad T. Első lépésben a homogén egyenletet oldjuk meg. Keressük a megoldást E ad lambda t alakban. Behelyettesítve az egyenletbe, és felhasználva, hogy az exponenciális függvény sehol nem nulla, a következő karakterisztikus egyenletet kapjuk. Lambda négyzet mínusz 2 lambda meg 1 egyenlő 0. Ennek egy gyöke van, az 1, amelynek a multiplicitása 2. Mivel lambda 1 egyenlő lambda 2 valóság, ezért a homogén egyenlet összes megoldása C1 meg C2 T szer E ad T, ahol C1, C2 tetszőleges valós számok lehetnek. Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását a próbafüggvény módszer segítségével fogjuk meghatározni. Keressük ezt a partikuláris megoldást nagy A-szor E ad 3T alakban. Helyettesítsük be az inhomogén differenciál egyenletbe, végezzük el a deriválásokat, rendezzük az egyenletet, végül osszunk az exponenciális függvénnyel, és azt kapjuk, hogy a nagy A egyenlő 1 negyed, tehát a partikuláris megoldás 1 negyedszer E ad 3T. Az általános megoldás az a homogén és a partikuláris megoldás összege. Tehát yt egyenlő c1 meg c2 t szer e ad t plusz 1 negyedszer e ad 3t, ahol c1, c2, ezek tetszőleges valós számok lehetnek. Különböző C1, C2 értékekhez tartozó megoldás grafikonja látható ezen az ábrán. Nagy T értékekre látjuk, hogy a partikuláris megoldás lesz a domináns, függetlenül attól, hogy a C1, C2 értékek mekkorák. Nézzük a B feladat megoldását. Az abban már meghatároztuk a homogén egyenlet összes megoldását, C1 meg C2 T szer E ad T, ahol C1, C2 tetszőleges valós számok lehetnek. Mivel a jobb oldalon az FT az nem más, mint E ad T, ezért külső rezonancia is van. Ami azt jelenti, hogy az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását nagy A szor T négyzet E a T alakban kell keresnünk. Ha olyan alakban keresnénk, hogy konstans szor E a T, az nem lenne jó, hiszen az a homogén egyenlet egy megoldását adná ki. Ugyanígy nem lenne jó, ha olyan alakban keresnénk, hogy konstans szor T szer E a T, mert az is a homogén egyenlet megoldása. Számoljuk ki a első deriváltat, második deriváltat, és helyettesítsük vissza az inhomogén egyenlet bal oldalába. Rendezés után azt fogjuk kapni, hogy ez a bal oldal, ez megegyezik kétszer nagy A-szor E ad T-vel. Abban az esetben, ha ez megegyezik az E az T-vel, akkor ebből azt kapjuk, hogy nagyon egyenlő 1 2-ed. Tehát az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása 1 2-szer T négyzetszer E ad T. Ezért az általános megoldás úgy írható fel, hogy a homogén egyenlet összes megoldása, ehhez hozzá kell adni a partikuláris megoldást, azaz yt egyenlő
C1 meg C2 T szer E ad T, plusz 1 kettedszer T négyzetszer E ad T, ahol a C1, C2 tetszőleges valós számok lehetnek. Itt is nézzük meg, hogy a különböző C1, C2 értékek esetén hogy néz ki a megoldás görbéje. Itt is el lehet mondani, hogy nagy T esetén a partikuláris megoldás lesz a domináns, mert ennek a nagyságrendje T négyzetszer E ad T, míg a homogén egyenleté az vagy konstanszor E ad T, vagy konstanszor T szer E ad T, nagy T-kre a T négyzet az nagyobb a konstansnál is, és a konstanszor T-nél is.